Nagyon örülnék ennek a látványnak, ha nem február vége lenne, hanem március 3.-4. hete. Majdnem egy teljes hónappal előzte meg saját magát a természet. Bújnak elő a virágok, rügyeznek a fák. Ez már a tél elmúltának csalhatatlan jele, vagy egy újabb, a gyümölcsösökre leselkedő veszély előjele. Lehet sokan örülnek ennek a jó időnek, de én úgy gondolom, hogy ez nem normális, hogy februárban majdnem, hogy 20 fok van, és úgy néztük, hogy egész hétre ilyen aránylag meleget mond. Ha ez így megy tovább, akkor körülbelül 2-3 héten belül a fák elkezdenek virágozni. Ha akkor csap le a fagy, amikor nyitva van a gyümölcsvirág, az beláthatatlan következményekkel jár. Abban az esetben olyan sokkot kap a fa, amelyet már nem tud kiheverni. Oda lesz az egész termés. Tehát a legrosszabb forgatókönyv, hogyha akkor jön a fagy, amikor nyitva van a virág, mert akkor mindent elvisz. Egy fokkal jobb, hogyha már elkezd nőni az icipici barackocska, mert az talán valamennyit kibír, de azt sem tudjuk, hogy mennyit, mert normál körülmények között április közepe környékén virágzik, és utána már nem nagyon szokott nagyon hideg lenni. Az, hogy idén mi lesz, szerintem senki nem tudja. Egy fokkal jobb, vagy kevésbé rossz a helyzet, ha a mínuszok akkor érkeznek meg, amikor már megjelentek az ágakon az apró barack kezdemények. Látszik, hogy fehér bimbós állapotban van a fa, és hogyha ennyire meleg van, akkor hamarosan a szilomlevelek megjelennek, és ezek a kis fehér pontok átváltanak rózsaszínre. Ugyan a fagykár akkor is jelentős lesz, de biztosan nem viszel mindent. Ha az előző évek gyakorlatát nézzük, akkor ilyenkor még nincsen ilyen állapotban a rügy. Gyakorlatilag most fehér bimbóban van. Ha ennyire meleg van, akkor hamarosan piros bimbó következik. És hogyha tényleg tart ez a jó idő, akkor én szerintem 2 héten belül virágozni fog. A sárga barack már szerintem van olyan hely, ahol virágzik. Tavasszal jó volt az idő, sok volt a csapadék, hosszú hajtások vannak, és gyakorlatilag minden új hajtáson, hogyha számolok 3-4 szem barackkal, akkor azt mondom, hogy egy fa nagyon szép termést ígér, de az időjárás az teljes mértékben keresztbe tud tenni. A mezőgazdaságban továbbra is az időjárás az egyik legnagyobb úr. A gyümölcstermesztők nem tudják, mit évők legyenek. Nekiálljanak-e a metszésnek vagy a tavaszi permetezésnek? Tehát akár örülhetnénk is annak, hogy most jó idő van, és lehet jönni kifelé dolgozni, de nem igazán örülünk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy most kezdjük a meccést, ne kezdjük. Nyilván permetezni kellene, de ilyenkor még egyáltalán nem szoktunk permetezni. Minden előrébb van, és hogyha az időjárás megvicceli a gazdákat, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek. Az enyhe tél végén most egyet tehetnek. Bíznak abban, hogy a tél valóban véget ért.